Sziasztok! Ezt a sorozatot azért hoztuk létre, hogy MikroTikkel kapcsolatos praktikákat mutassunk nektek, egészen az egyszerű alapoktól a bonyolultabb, komplexebb megoldásokig. Remélem élvezni fogjátok. Vágjunk bele! Sziasztok! A mai ad adásunk az USB portokról fog szólni, hiszen úgy döntöttünk, hogy ideje egy kicsit feleleveníteni, felfrissíteni az emlékeinket, hogy milyen eszközökön és milyen céllal a USB port mire használhatjuk. De rendesen elég sok routeren találunk USB portot a Mikrotik ranger és hát én nem mondanám, hogy ez egy ilyen nagyon megszokott router tartozék, általában az ember a routeren mindig Ethernet portokat, meg wi ket meg sfp ket szokott keresni, és az USB az hogy jó, 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 de hát ez inkább ilyen számítógépen szokott lenni. hát vannak nagyméretű full-size ilyen Type-A USB portok az eszközönkön, valamelyik USB 2-es, valamelyik USB 3-as. Illetve vannak olyan eszközök is, ami mikro USB van, ahhoz amikor a Mikrotik szokott adni egy ilyen on the go adaptert, amivel a mikro USB-t át tudjuk alakítani full size USB portra, és akkor tudjuk használni rendes USB eszközökkel. De mit tudunk akkor ezekre csatlakoztatni? Rögtön az első ötletünk az lehet, hogy az ilyen zsebünkbe lévő USB ilyen kicsén adaptereket gyömösszeljük ezekbe a portokban, amik lehetnek akár valamilyen storage jellegű megoldások, tehát mondjuk egy egyszerű pendrive, vagy valamilyen valamilyen flash meghajtó esetleg. Hát nyilván a, USB a adapterre egy rendes hardisket is rá lehet dugni, vagy egy okay. rendes ssd -t. Feltéve persze, hogy tudunk elég tápot adni az eszköznek, mert azért ezek a pörgő-forgó morgó Winchesterek volt, amelyik fogyasztott olyan sokat, hogy USB-n keresztül egy nehezen megtáplálható. Mm -hmm. Érdemes ilyenkor az adatlapokat átböngészni, az adott USB port milyen táp átadásra, táp megtáplásra szüks, hajlamos, hajlandó képes de mindenképpen opcióként ott tud lenni egy egyszerű SSD, és azért már simán egy 100 gigány, egy gyors tárhelyet tudunk hogy a routerünket csatlakoztatni. Vagy a B-verzió a mindenki szekrényében és fiókjában jelenlévő USB-s hálózati adapterek, ami lehet valamilyen cellular stick, lehet valamilyen Ethernet, USB-s, Ethernet csatoló, vagy akár a nemrég felemlegetett androidos telefonon, vagy a Sethering driver segítségével, Akár SMS küldési célra is használhattuk ezt a külső eszközt. Vagy LTE interfészként jelentkezik a routerünkben. Uh, nyilván a, az USB um, stickek esetén fontos böngészni a hardware compatibility listet, hogy lehessen tudni, hogy támogatja az eszközt a, a routerünk, és hogy milyen módon támogatja. Elképzelhető, hogy LTE módban támogatja, elképzelhető, hogy ilyen PPP komp kompatibilitási módban támogatja ami ilyen maximum 21 nehány megabites sebességet tud elérni, de hát az is jobb ugye a semminél. USB Ethernet esetén is azért vannak olyan dolgok, amik nem fognak feltétlenül működni, limitált az USB Ethernet támogatás, de az ilyen nagyon egyszerű, real USB Ethernet adapterek azok többnyire működnek. Itt természetesen nem szabad elfelejteni, hogy ez egy USB eszköz marad, tehát a legtöbb routeren mondjuk egy USB-2-es portot fogunk találni, annak ugye 480 megabit teljes sebességet, tehát nem várhatjuk el azt tőle, hogy a routerünk majd ezzel akár csak megközelíti a gigabites átviteli sebességet is. Az egyik előző részünkben viszont pont egy olyan adapternek a képességeit vizsgáltuk és feszegettük amelyekkel például szeriál képességgel egészíthetjük ki a routerünket, ha éppen sorosport nincs rajta, de találunk egy USB-t, akkor cserébe egy ilyen Out of Band Management interfészt dugdoshatunk bele. Ugye ez volt a kimondhatatlan nevű... Vom... V... A vonbat. Oda van írva. A vezeték nélküli konzol után el lehet azt is mondani, hogy bizony a RouterOS támogat USB soros adaptereket, és a 2000 után születetteknek elmondom, hogy a soros port az egy fontos dolog. Régen a soros porton keresztül volt a klasszikus aszinkron hálózati kommunikáció megvalósítva a mindenféle számítógépek között. A szüleik esetleg még lehet, hogy használtak soros USB egeret a microsoft -tól. Nyilván a RouterOS esetében esetén nem fogunk tudni használni, de például soros konzolként nagyon jól tudjuk használni, hogyha van egy eszközünk, akkor azon föl fog jönni a mikrotik Login promptja. Igen, ám, de ezt lehet visszafele is használni. Tehát, amikor becsatlakoztatunk egy USB-soros eszközt, a, a USB-soros adaptát a routerünkbe, mint ahogy lényegében a VOG is ez is, a routeros automatikusan felkonfigurál rá egy konzolt. A System Console menüpont meg fog jelenni ez az USB eszköz, és mondja, hogy azon bizony fut nekünk egy System Console. -unk. Ha ezt a dolgot kikapcsoljuk, akkor ezt az USB soros adatát tudjuk visszafele használni. Tehát rá tudjuk dugni mondjuk az éppen ott levő CCR-ünknek a soros konzoljára, és akkor a special login uh, funkcióval vagy a, vagy a System Serial Terminal parancsal tudjuk használni ezt az USB soros adatát, hogy egy soros kapcsolatot létesítsünk egy másik eszköznek a soros konzolja felé, és azon keresztül interakcióba lépjünk vele. Tehát ha mondjuk azt a routert teljesen elveszítettük, vagy valamilyen oknál fogva szeretnénk a bootloaderét konfigurálni, akkor ezt mind meg tudjuk csinálni, mert ugye az akkor is elérhető, hogyha az a konkrét eszköz az mondjuk csak nem képes arra, hogy elindítsa a router És a klassz, hogy erről egy kicsit részletekbe menő részt már forgattunk, ezt pedig itt találjátok meg. Még egy nagyon érdekes dolog lehet az USB soros adatterek esetén, hogy bizony nem csak a soros nagyon-nagyon uh, pongyola módon sorosnak hívtam, de ez ugye RS232 es aszinkron uh, interfészre gondoltam, működnek ám az RS485-ös soros interfészek is, amihez a Microtik fejlesztett egy, egy IoT nevű csomagot, és az IoT csomagot felhasználva um, tudunk interakcióba lépni az RS485-ös buszon keresztül elérhető eszközökkel, mindenféle épület, automatizálási eszközökkel, és ennek megvan a lehetőség, a router os már bele van építve. De ha már USB portnál tartunk, olyan hajmeresztő ötletekkel is próbálkozhatunk, hogy például USB-s wireless adapter dugunk abba az USB portba, és vannak odakint a vadonban olyan kompatibilis eszközök, szintén a itt lévő kompatibilitási lista vizsgálata szükséges, hogy mely USB adapterek azok, wireless adapterek, amelyeket képes a kezelni. Ne számítsunk hajmeresztő teljesítményekre, ja. tehát azt hiszem, hogy arról emlékeztünk meg, hogy talán NS rádiónál... Hát uh, többnyire kettő be... voltak ezek. Igen, kettő ügyesek és nagyobb a NS szabványra voltak képesek maximum, ettől azért nagyobb vagy korszerűbb képességű rádióra ne számítsunk, de mégis mondjuk akár egy hexet, vagy egy CCR-t, amelyeken található ilyen USB port, kiegészíthetünk wireless képességekkel, mondjuk valamilyen management célra, vagy akár egy, egy emergency wirelessnek, ha úgy tetszik. És végül legyen a, a legkevésbé tradicionális felhasználása az USB portnak, ami nem igényel semmiféle szoftveres támogatást, az pedig az, hogy USB töltőnek tudjuk használni az éppen lemerülőve készülő telefonjainkhoz. És, ugye, szerencsére ez még olyan működő rútáról se szükség, tehát nem Itt. kell mindenféle privacy és megbízhatósági felugró ablakok erdeiben elsüllyedni ahhoz, hogy egyáltalán áramot passzírozzunk ki belőle csak jön belőle. Igaz, legtöbb esetben ez 500 milliampert jelent, de az például pontosan 500 milliamperrel több a semminél. És ha olyan szorult helyzetbe kerültünk, hogy nem tudjuk mivel tölteni a telefonunkat, de ott van egy ilyen router, akkor titokban használjuk ezt az USB portját. Még egy fontos dolog, ami elmondandó az USB portról, hogy az USB port a legtöbb Mikrotik router -os platformon keresztül resetelhető, ugye power resetelhető, ami azt jelenti, hogy a router OS programozott úton meg tudja szakítani az USB portál pellátását. Miért van erre szükség? Hát például a nagyszerű 3G modemek miatt, amik hajlamosak agyvérzést kapni időről időre, ilyenkor egy klassz network scripttel mondjuk valamilyen a 3G hálózaton keresztül elérhető hostot figyelve, könnyen ki tudunk adni egy System Routerboard, USB, Power Reset, Duration egyelő hasonló parancsot. Ezzel ugye egy pár másodpercig elvehetjük a tápot, majd újraindításra kényszeríthetjük ezt a külső eszközt. Nincs. Jól jön. Nagyon jól jön, nem kell újraindítani miatt a rútát, sőt, ugye előfordulhat, hogy a rúterünk újraindul, de az USB port az nem reszetelődik, hiszen az USB áramellátása nem szakad meg, ezért ugye az USB stickek, azok, amik lényegében Komplett számítógépek. Tehát most akár egy nézzük, aznak van hogy majd egy saját operációs rendszer, igaz, az firmware hívjuk, de ott az ott fut magába teljes egészében. Hát és sőt, azt hiszem, hogy az ilyen LTE moduloknál az konkrétan igaz, hogy van még mégben egy komplet Linux fut. Abszolút, persze. Persze, ők ott ugye áll vannak, és ha, ha ott elromlik valami, és az áramellátása megmarad, annyiszor indítjuk újra a routerünket, ahányszor szeretnénk, attól a USB-s modem az nem fog magához térni. Nyilván ilyenkor segít, hogyha az út, a routernek elveszük a tápellátását, de az nem feltétlenül mindig megoldható, meg nem is annyira finom megoldás. Viszont a RouterOS Power Reset funkcióval meg egyszerre lekapcsoljuk egy tetszőleges mennyiségi időre az áramellátását, akkor a Nyilván a rajta lévő operációs rendszer megáll, aztán újraindul, a RouterOS szépen újra bedetektálja az eszközt, és akkor megyünk tovább. És azt hiszem, hogy meg kell még említsük a korábban ilyen pletykaként beszélt USB felügyeleti lehetőséget. Említettél egy ilyen serial breakout Adapter. Így van, így van. A, van arra lehetőség, hogy az USB portot egy USB-habbal kössük össze, és az USB-habra különböző eszközöket dugjunk. Na most ez nyilván lehetővé teszi azt nekünk, hogyha egy ilyen komolyabb routerünk, van, mint például az RB5009-es, aminek egy USB 3-as interfésze van, akkor már ugye az USB 3.0, tehát 5 gigabit per szekundum, sávszélességünk van. van, arra már több eszközt rá tudunk tenni, tehát szükség esetén több sorosporttal, több ethernet vagy több harddiskkel tudjuk bővíteni a, az eszközünket, uh, és hát az USB habon keresztül van lehetőségünk arra, hogy több sorosporton keresztül, esetleg egy időben több eszközt is tudjunk felügyelni, ezek mind-mind külön uh, Soros portként megjelennek a router belül, a port menüben fogjuk látni őket, meg tudjuk nézni a, a System Resource USB-ben, hogy bedetektált-e az eszközünk ezeket és az milyen driverrel. Driver Nagyon-nagyon sok népszerű USB soros adapter támogatva van, ott van a Prolific PL2303, a CH340341, természetesen az FTDI adapterek is tökéletesen működnek, és még van egy másik, a CP210 valami, arra nem is emlékszem, tehát minden olyan dolgot, mit amit így gyakorlatilag az utcán meg tudunk vásárolni különböző ilyen PC-s boltokban, vagy esetleg az interneten keresztül AliExpress eBay-ről, tökéletesen fognak működni. És nyilván ebből többet rá is tudunk kapcsolni, és a, 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 a special login funkció kreatív használatával tudunk építeni magunknak egy konzol szervert, ahol mondjuk SSH-val bejelentkezünk, egy bizonyos felhasználó jelszó kombinációval automatikusan mondjuk a hármas porton fogunk kiesni, és akkor az mondjuk a hármas port az lehet egy másik mikrotik a konzolja, lehet egy egyszerű a, a, PC, ami mondjuk valamilyen tisztességes, Unix operációs rendszer fut, annak egy soros interfész, és keresztül egy soros konzolra tudjuk elérni. Tehát a soros port kapcsolatoknak nagyon-nagyon nagy előnyei vannak, különösen az ilyen sávon kívüli out of band management megoldások között. Azt hiszem, hogy az USB témát amúgy most jól körülrágtuk. Hamarosan újabb mikrotik sort térünk vissza. Sziasztok. Sziasztok.